Szeretettel köszöntöm Önöket Tiszavasvári Város Önkormányzata által szervezett Semmelweis napi ünnepségünkön. Külön köszöntöm városunk házi orvosait, asszisztenseiket, gyógyszerészeit, a védőnői szolgálat és a járóbeteg szakellátás munkatársait, valamint a Kornisné Központ egészségügyben dolgozó kollégáit. Először kérem, hallgassuk meg Szőke Zoltán polgármester úr köszöntőjét. Kérem, polgármester urat fáradjon ki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves meghívottak! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselőtestülete is jó magam nevében. Nagy öröm számomra, hogy azt a hagyományt tudjuk folytatni, amit a tavaly évben elkezdtünk, újraélesztettünk, hiszen ha visszaemlékeznek, visszaemlékeztek, akkor nagyon-nagyon sokáig ebben a városban sajnos egy rendezvény, egy köszönőnap nem volt a szociális és egészségügy területén dolgozóknak, dolgozók felé. Tavaly évben ezt elindítottuk, én úgy éreztem és úgy gondolom, hogy ezzel tartoztunk és tartozunk a tiszavasváriak nevében, a mi magunk nevében önök felé, ti felétek, hiszen nap mint nap áldozatos munkát végeznek, végeztek az egészségügyben, a szociális ellátásban. És akkor eltelt ez a rendezvény, beszéltem több mindenről, szó volt arról, hogy küzdünk azért, hogy az egészségügyben, a szociális ellátásban változások következzenek be a városban, és kicsit komfortosabb legyen az ott dolgozóknak, és komfortosabb legyen, jobb ellátási körülmények legyenek a szolgáltatást igénybe vevőknek is. És hát emlékezzünk egy picit vissza a tavalyi évre, megtörtént a házi orvosi rendelőnek a felújítása, nyertünk egy 20 millió forintos pályázatot, egy picit komfortosabbá és jobbá váltak a körülmények. De fejlődött a járóbeteg szakellátás, és lehetőségeinkhez képest azért egyéb területeken is tettünk lépéseket, és nehéz körülmények ellenére is fejlődtünk, nem pedig lemaradtunk. És átléptünk a 2020-as esztendőbe, és egyik pillanatról a másikra olyan dolog történt, amire nem is igazán gondoltunk. Filmekben láttunk hasonlót, Moszkvában jártak az emberek, járványhelyzet volt, féltek azok, akikről gondoskodni kellett, és ti is, önök is azt tapasztaltátok, hogy egy olyan új szituáció van, amit egyik pillanatra a másikra meg kell oldani. És eltelt jó néhány hét, eltelt több hónap, és most itt vagyunk, és nagy-nagy köszönettel és hálával tartozunk önöknek, nektek, és mindenkinek, aki ebben a harcban, ebben az összefogásban részt vett, és leküzdötte a járványnak az első fázisát. Voltak áldozatok, voltak nehéz helyzetek, voltak rossz körülmények, de mindegyiken felül tudtunk kerekedni. Összefogással, itt helyben is, és az országban is. Elindult egy kezdeményezés, országosan is, hogy segítsük, támogassuk azokat, akik részt vesznek az egészségügyben, a szociális ellátásban. Tiszavasvárosban is szerveztek többen, civilek is, szervezetek is gyűjtést, de mint önkormányzat is beálltunk ebbe a sorba, és elkezdtünk gyűjteni a Boldogabb Családokért alapítványon keresztül, és most mondhatom azt, hogy sikeres volt, nagyon sok jó tétlélek és nagyon sok adakozni és segítő ember volt, akik a Boldogabb Családokért alapítvány számlájára közel 800 ezer forintot fizettek be, és még itt nincs vége, mert azt gondolom, hogy néhány forinttal még fog ez a keret gazdagodni. Ezt a keretet, annak idején is ezt a gyűjtést a szociális otthon dolgozóinak, a Kornisné Központban dolgozóknak kezdtük el, és ezt a keretet, ezt az összeget ott is szeretnénk felhasználni intézményvezető asszonnyal és azokkal, akik majd az intézmény keretein belül részt vesznek és a dolgozókkal ugye kapcsolatban vannak, meg fogjuk beszélni, hogy ez az összeg hogyan kerül majd felhasználásra. Én azt gondolom, hogy ez a gesztus is a tiszavasváriak részéről, a hozzátartozók, támogatók részéről egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hiszen ezzel is megköszönték azt a munkát, amivel ti önök részt vettetek ebben a nehéz helyzetben. Nem csak békeidőben számíthatunk önökre, hanem a járványügyi helyzetben is ott volt mindenki, által sarad, sokkal nehezebb körülmények között végezte a dolgát. Ez a nap arról szól, hogy megköszönjük nektek, önöknek,
egy kis műsorra, néhány kedves gondolattal, és a végén majd talán finom falatokkal, amik mindenkinek remélhetőleg ízleni fognak. Köszönetemet fejezem ki, hálámat minden tisztavasvári lakos nevében. Köszönjük szépen polgármester úr szavait. Most pedig felkérem Bakai Jánosné, a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi vezetőjét köszöntője megtartására. Tisztelt polgármester úr, tisztelt alpolgármester úr, tisztelt jegyzőnő, a jegyzőasszony, tisztelt jelenlévő kitüntetettek, ünnepeltek és ünneplők, kedves kollégák és meghívott vendégek. Ezek a napok az ünnepség jegyében telnek országszerte. 1818. július 1-én született Semmelweis Ignác Fülöp, a világ 10 legjelentősebb orvosa, akit a nemzetközi orvos történelem tisztel, orvosa között tart nyilván. Az ő születésnapja vált az egészségügyben és a szociális területen dolgozók számára ünnepnappá. Amikor az anyák megmentőjére emlékezünk, egy picit a saját magunkat is ünnepeljük. Nem szeretném sokat szóra elismételni Semmelweis életének állomásait, mert előttem ezt sokan megtették, és sokszor megtették. De az emberi tartása, kötelességtudása, önzetlensége, és az, hogy saját érdekeire nem figyelve, mindig segítségre szorulók rendelkezésére áll, példát mutatott az öt követő nemzedék számára. Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt. De amíg megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielőbbi gyógyulás foglalkoztat bennünket. Ezt a napot a nemzetközi orvostörténelem jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak neve fémjelzi, akinek egyáltalán nem volt könnyű eredményeit elfogadtatni a saját korában. A hazai egészségügy és a szociális ellátórendszer általános helyzete jól ismert, és cseppet sem szívderítő. Tisztában vagyunk az alulfinanszírozottsággal, és ebből adódó problémákkal. A pályaelhagyással, a csökkenő szakemberképzés minden hatásával. A sok gond miatt a szakma elveszítette vonzereit. Mit szeretnének a betegek, az ellátottak? Tesszük fel a kérdést. Nem luxus körülményeket vágynak, nem luxus körülményekre vágynak, hanem szűrővizsgálatokra és hosszú, várakozás nélküli, korszerű orvosi ellátásra, napi törődésre, megfelelő kommunikációra, gondoskodásra. Ma azoknak a szakembereknek a munkáját szeretném megköszönni, akik városunk egészségügyi és szociális feladat ellátásában közreműködnek. Tisztelettel adózunk 24 órán át tartó munkájuknak, kitartásuknak, szaktudásuknak és az önfeláldozásuknak, hiszen az egészség megőrzése, ami rohanó génmanipulált világunkban egyre több feladatot és felelősséget ró minden egészségügyi és szociális dolgozóra, akik saját nehézségeik ellenére is elkötelezetten állnak a rászorulók szolgálatában. A köszönet azokat is megilleti, aki a gazdasági műszaki területen tevékenykednek. Biztos hátteret és támaszt jelentve a kollégáknak. A Magyar Egészségügy napján egy olyan hivatást ünneplünk, amellyel a hétköznapok fáradtsága és nem mindig inspiráló feladatai esetenként talán kevésbé emelkedett formában szembesítenek bennünket, így külön öröm, ha valami kiemelkedő eseményről, pozitívumról adhatunk számot. Köszönöm nektek, köszönöm önöknek, hogy ezt a nehéz, de hálás, egy egész életre szóló szolgálatot választottátok, és hogy hivatásokat és hivatásatokat itthon gyakoroljátok. Érezzétek, és érezzük, amíg mindig alulfinanszírozottságból adódó problémákat, a pályaelhagyást, a képzett szakemberek hiányát. Ennek ellenére intézményünk és városunk önkormányzata minden évben elejéhez mérten fejleszti egészségügyi és szociális szolgáltatások tárgyi vagy éppen személyi feltételeit, és mindent megtesz, hogy az egészségügyben és szociális szférában dolgozók méltó körülmények között gyakorolhassák szép hivatásukat.
Tudom, ez a köszönet szinte eltördül amellett a szolgálat mellett, amit a nehézségek ellenére is szívből naponta megmondva vállaltatok, ti, akik az emberek megsegítését választottátok hivatásul, nagyban hozzájárulva ahhoz, hogy a családok, az idősek, a betegek, a kisgyermekek, a rászorulók kiegyensúlyozott esélyekkel élhessenek és érezhessék, hogy nem maradnak segítő támasz nélkül. Köszönöm lelkiismeretes munkátokat, kívánom, hogy maradjatok hűek a választott hivatásotokhoz. A körülöttünk gyorsuló és változó világban az emberek nem figyelnek egymásra, mert nincs idejük, vagy mert el sem tudják képzelni, hogy ők is olyan helyzetbe kerülhetnek, hogy segítségre szólnak. Ez a helyzet talán még fontosabbá teszi a mi feladatunkat is. Munkánk ellátását befolyásolják a társadalmi és gazdasági élet változásai. Ezek nem mindig pozitív változást idéznek elő az életünkben. Ennek ellenére kötelességünk a feladatok megoldására és ellátására koncentrálni. A gazdasági élet negatív hatásait igyekeznünk kell kreativitással elkerülni, a hozzánk fordulók ebből a lehető legkevesebbet vegyenek észre. Munkátok, az idős és fogyatékkal élők, a nagycsaládosok, az egyedül élők, a lelki és a mentális problémával küzdő emberek segítése és gyógyítása. Ez a sokszor embert próbáló tevékenység kevésbé látványos, de napjainkban sajnos egyre fontosabbá válik emberségetek, mások problémáira való ráhangolódásotok, kiváló munkavégzésetek, rugalmas és toleráns a szakorvosokkal való együttműködésetek kifogástalan. Engedjék meg, hogy külön köszönetemet fejezzem ki intézményünk ellátottainak házorvosi feladatait ellátó szakorvosainak, dr. Bodnár Zoltán és dr. Horai Károly főorvos úrét emberfeletti, lelkiismeretes munkájának. Maximális támogatását, feladatellátását, melyet a járvány ideje alatt és maximális elhivatottsággal, lelkiismeretes munkával végezték. Szakmai munkájukkal, javaslataikkal, ötleteikkel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a világjárvány idején preventíven megoldottuk azt a helyzetet, hogy az intézményünkben koronavírussal fertőzött beteg nem volt. Köszönöm nektek, önöknek, hogy ebben a partnerek vagytok, köszönöm a mindennapi áldozatos munkátokat, köszönöm, hogy a nehéz körülmények között is reményt, támaszt és hitet adtok a segítségért folyamodó embereknek. Sokszor egy támogató, megértő tekintet többet ér, mint más gyógymód. A ti folyamatos helytállásotok, kitartásotok, együttérzésetek és mosolyotok nélkül a szociális és egészségügyi ellátórendszer csak silány, lelketlen üzem lenne. A szociális és egészségügyi dolgozóként napról napra, évről évre mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesztek tanúbizonyságot, amiért százszorosan járnak a köszönő szavak. Szeretettel köszöntök a nap alkalmából minden szociális és egészségügyi dolgozót. Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. Köszönöm szépen. Kedves megjelentek, kitüntetések átadása következik. Az év közalkalmazottja kitüntető díjban részesül a Kornisné Liptai Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ vezető ápolója Dóka Tünde, aki már hosszú évek óta jelen van az egészségügy területén. 2013. márciusa óta vezető ápolói feladatokat lát el. Az ápolói szakma elhivatott képviselőjeként segítőkész személyisége méltóvá teszi az év közalkalmazottja a kitüntető díjra. Felkérem polgármester urat a kitüntető díj átadására, és megkérem Dóka Tündét fáradjon ide a színpadra. Thank you.
Szintén gratulálunk. Kitüntetésben részesül továbbá a Kornisné Központ két munkavállalója, Pap Ferencné, emelt szintű ápoló, és Molnár Istvánné, házi segítségnyújtó. Munkájukat hivatásuknak tekintik, azt maximális odafigyeléssel látják el. Szakmai tudásuk, szakmai feladatellátásuk kiváló. Munkájuk elismeréseként felkérem Makkai Jánosné intézményvezetőt a kitüntetés átadására. Kérem Pap Ferencnét és Molnár Istvánnét fáradjanak ide. Köszönetünket kifejezni dr. Horai Károly és dr. Bodnár Zoltán háziorvosok részére. A koronavírus járvány miatt kialakult egészségügyi veszélyhelyzetben a szociális otthonban végzett, magas szintű szakmai munkájukért, az elmúlt hónapokban kifejtett áldozatos tevékenységükért. Kérem dr. Horai Károlyt és dr. Bodnár Zoltán urakat fáradjanak ki. Kitüntetésekhez köszönjük szépen munkájukat, és további sikereket kívánunk. Rendezvényünk folytatásaként kérem, fogadják szeretettel a Mámor Színtársulat zenés szórakoztató műsorát. Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Tiszalöki Mámor Színtársulat nevében. Nagyon köszönjük a meghívást, hogy ránk gondoltak, és hogy Önökkel együtt ünnepelhetünk. Egy dalcsokorral készültünk, melyet a társulat tagjai adnak elő. Papné Kórik Judit, Heckman Erzsébet, aki maga is egészségügyi dolgozó, Molnár Ilona, Molnár Éva és Mezei Attila. Valamint jó magam, mint Györgyes Attila. Először arról volt szó, hogy én is énekelek valamit, de aztán úgy döntöttünk, hogy nem büntetjük Önöket ezzel. De nem is szaporítom a szót tovább, fogadják szeretettel a Tiszalöki Mámor Színtársulat műsorát. Még mielőtt elkezdődne az előadás, engedjék meg, hogy a köztisztviselők és egészségügyi dolgozók napja alkalmából, hiszen ezért gyűltünk itt ma össze, elmondjak egy köszöntőt, melyet Zöld Attila, irodalomkedvelő orvos írt. Zöld Attila, Semmelweis napi köszöntő. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken, hogy épp ma született, s mentett anyai életet, hogy lett a mai nap az ünneped? Megpihen egy pillanatra segítő kezed, és szemed is picit elmereng, engedve, hogy a bizonyosság megerősödjön benned,
mert magadtól sem kérdezted, csak tetted azt, amit érezted, hogy tenned kell. Nem várva dicsérő beszédet, csak teszed nap, mint nap, és tenni fogod holnap is. Fáradtságot nem kímélve, mert a segítő jó szó, az őszinte biztatás, egy örökbe adott simogatás, hogy segítek, s majd nem fáj, hogy visszaadod a szemekbe a kristálycsillogást, a mosolyt, hozza az időtlen szágoldást, ekkor érzed, varázserdőben jársz, és téged is varázsillat vesz körül, felejthetetlenül. Túl mindenen, túl az ünnepi beszédeken, átsejlik egy hang, s te nyújtott kezed csendesen. Jaj, 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 jaj. Itt
There's so little truth.
is még veled leszek, sajnos nem ígérhetem, de ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák. Itt tennék érted, hogy előszem a bánatot, hogy neked miért megtörjem a korosz varázslatot. Az ember
ne volt.